Sziasztok, Lacék és a Mozaik Online-t nézitek. Itt áll mellettem a Dal műsor vezetője, Novodomszki Éva. Hát amióta az eszemet tudom, te jelentkezel be a pontokkal, és adott a kérdés, hogy nem vágysz ki mondjuk egyszer megnézni, kint milyen a nemzetközi színpad. Én azt várom, hogy egyszer Olaszország győzzön, és akkor azt hiszem, hogy vágyni fogok egy kicsit, mert... Azt hiszem, hogy azt szeretném megnézni, hogy ők hogyan csinálnak egy ilyen döntőt, de egyébként igen, nem rossz a kérdés, mert hogy egyszer szeretném látni, hogy egy ilyen nagy nemzetközi döntő hogy néz ki, de valahol azt hiszem, egy kicsit ilyen nyugodt hangulatban, hogy eljön az a pillanat, amikor kijutok. Ugyanakkor tudom azt, hogy valamilyen szintű állandóságra itthon is szükség van, és látom a kollégáimon azt, hogy... automatikusan az jut az eszükbe, hogyha a döntőpontjait be kell mondani, akkor engem hívnak fel előtte már most, hogy május 18-án majd ugye ráérsz, mert be kell mondani a pontokat. Úgyhogy ez is egy erős pozitívum, hogy tudod azt, hogy számítanak rád ezen a pozíción, úgyhogy... Most tavaly, amikor Gundival kim voltunk Bakuban, akkor pont arról beszéltünk, hogy az ilyen különleges országok a jók. Neked miért pont Olaszország lenne a favori? Nekem olasz a férjem, úgyhogy én arra lennék kíváncsi, hogy miután az ő televízió nézési szokásai alapján nagyon sok olasz szórakoztató műsort nézünk meg, és be kell, hogy valljam, szigorúan titkosan meg nem mondjátok az olaszoknak magunk között, hogy retteltesen rosszul dolgozzák fel az Eurovíziós döntőt ők, ahhoz képest, hogy nagyon sok más ország mekkora sót és mekkora látványosságot kerít körülötte. Valószínűleg ők az ő Sanremo-i fesztiváljuk miatt egy kicsit tudatosan próbálják elnyomni. Alapvetően én nagyon kíváncsi lennék arra, hogy az olasz televíziókban egy ilyen nagy volumenű szórakoztató műsort hogy csinálnak. És végezetül elkerülhetetlen a kérdés, mit szólsz, hogy a költészet nyert a popzene mellett? Szerintem, hogyha egy másodpercre visszaemlékszel arra, hogy én nekem egy ilyen, ha ezt egyáltalán ki lehetett szúrni, hogy milyen megnyilvánulásom volt azzal kapcsolatban, hogy a zsűri már másodjára a középdöntőben is, és most is a döntőben kritikai észrevételként hozta elő ezt, hogy milyen lesz lefordítani ezt a dalt angolra, és most egy kicsit kiszakadt belőlem a véleményem. A középdöntőben még sikerült visszanyomni, most már azért elszabadult a pokol, és kimondtam. Akkor én azt mondtam ott fönn a színpadon az Alex mellett állva, hogy ha Vion sikerült magyarra fordítani, akkor véletlenül visszafele is működik a műfordítás, mint intézmény. Én azt gondolom, hogy ettől egyáltalán nem kell félni, hogy hogyan fordítják. Egyáltalán nem kötelező lefordítani angolra, de ha le akarják fordítani angolra, akkor véletlenül vannak olyan jó műfordítók, akik ezt a költészetet, mert hogy ez tényleg az, és ezért pontosan ezért szeretjük, mert gyönyörű képeket indít el az agyunkban, amikor hallgatjuk, ezt vissza tudják adni azoknak is, akik magyarul nem értik. Én hiszek benne. Megkérdeztem Alexander Rybáktól, hogy miért nem fordítja le az albumát mondjuk angolra, és miért orosz, és erre azt mondta, hogy miért kell, miért van ez a nyomás, és akkor itt felmerül nálunk is, hogy a közvélemény miért mondja, miért kell angolul, miért nem lehet magyarul. Nyilván ennél a dalnál figyelembe kell venni, majd mérlegre kell tenni, hogyha eljön az idő, és mondjuk most már záros határidőn belül eljön az idő, hogy mi ebben a legerősebb pont, hogy ebben a zene az erős, ebben a szöveg az erős, ebben az előadásmód az erős, és nyilván arra kell majd az Eurovíziós színpadon egy kicsit rásegíteni, mindegyikre rá kell erősíteni, de leginkább azt kell hangsúlyozni, ami ennek a győzelmét segítette ennek a dalnak. Ha ennek a dalnak a szövege segítette a győzelmét, akkor muszáj lesz lefordítani angolra. Hogyha ennek a dalnak az előadás módja, az Alex kisugárzása segítette a győzelmét, akkor nem. De ezt valakinek, aki ehhez ért, ki kell majd patika mérlegen szépen mérlegelnie. Jó, köszönjük szépen, és várjuk a bejelentkezésedet, hiszen akkor már ott leszünk a nemzetközi színpadon. Köszönöm, sziasztok!